Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy héttel ezelőtt, amikor kint találkoztunk személyesen az Adventista Teológiai Főiskola udvarán, folytattuk az Abcsák 9 et és megnéztük azt, hogy hogyan lett egy Saulból Pálapostól. Akik csak online tudnak minket követni, ők erről most sajnos még lemaradtak, de majd hamarosan feltöltjük ezt a részt is. Az volt a címünk, hogy Mr. Rovarírtó. Akik ott voltunk, talán emlékszünk arra a nigériai férfira, akinek ez volt a a beceneve, neve, Gúj neve, Ragadvány neve, mert arra tette fel az életét, hogy ő egy rovarírtó, és a rovarok a keresztények. És ha valahol rovarok vannak, akkor ő azokat össze fogja nyomni, és tönkreteszi. És nagyon-nagyon döbbenetes volt látni az ő életén keresztül, hogy hogy lett Mr. Rovarírtóból Istennek a gyermekei szolgálója. Hát valami ilyesmit láttunk Saulnál, ugyanaz Isten megérintette, megszólította, és feltett neki egy nagyon érdekes kérdést, ami így szólt, hogy miért üldözöl engem. Megnéztük azt is, hogy mennyire fontos ezért, hogy amit teszünk az Isten népével, azt tesszük Jézussal magával. Mert ő azt mondta, hogy ez az ő teste. Ő a fej, de ez az ő teste. Ezért, amit teszel másokkal, keresztényekkel, ahogyan viszonyulsz velük, úgy viszonyulsz egy Jézushoz is. És megnéztük azt, hogy mit tett Isten Saullal. Saul egy nagyon-nagyon elköteleződött, egy nagyon meggyőződött ember volt, már a megtérés előtt is, azt olvassuk, hogy lihegve ment, hogy összegyűjtse a kereszényeket, és amit tett Isten vele, hogy Saul ment egy oldalra, teljes gőzzel, teljes beleadással Isten megfogta a fejét, megfordította, ezért hívjuk ugye egy pál fordulásnak, és innentől erre az irányra ment teljes erővel. De azon gondolkodtunk, hogyha Saul egy helybe ült volna, vagy csupán a fejét tekergette volna, hiába forgatja az Isten, nem fog tudni teljes lendülettel menni valami felé. Ezért hadd bátorítsalak arra, hogy ne csak odaegyuss el, hogy jó irányba rakod a fejedet, hanem tegyél bele mindent. Mert Pál azt mondja később, hogy ő mindent beletesz abba, hogy ezt a futást meg megtegye, elvégezze, hogy a nemes harcot elvégezze. Hát erre hadd bátorítsalak most kicsit visszautalva az elmúlt hétre, de megyünk tovább, és most a kicsit folytatjuk az ő történetét. Odáig jutottunk el, hogy ez az Anániás, ő elment, bármennyire is meglepte az ő küldetése, hogy hova kell menni egy Saul nevű emberhez, körülbelül, mint hogy az Iszám államvezetője ezt küldött volna minket Isten, de elment, engedelmeskedett, Saulnak megnyílt a szeme, a... és most itt veszük fel a szállat, a 19 verstől, tehát az abcsel 9, 19. versétől fogom olvasni. Majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkusi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenkit csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják azt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve, még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék. A tanítványok elvitték, és éjjel a város falon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szól Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt, kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézárejába, és elküldték Tarzuszba. Imádkozzunk. Isten hálát adok a te ígédért, és köszönöm azt, hogy van benne üzenet mindig. Köszönöm azt, hogy élő. Köszönöm, hogy a te drága lelked szellemed most is akar hozzánk szólni. Arra kélek Istenem, hogy én se legyek most ennek akadálya, hanem mindenki, aki otthon a képernyők előtt hallgatja ma ezt az üzenetet, az veled találkozhasson, ne csupán egy tanítással, ne velem, hanem veled találkozzon. És lássa meg azt, amit te ma szeretnél neki szólni. Isten, megnyitjuk a szívünket, megüresítjük magunkat, hogy legyen benne hely a te igédnek. Kérlek, hogy szólj hozzánk, hogyha te nem szólsz, akkor semmink nincs, akkor némák leszünk és süketek. De ugye te megszólalsz, Uram, akkor mindenünk lesz ma. Erre kérlek, Uram, hogy te szólj hozzánk. Amen. Azt a címet adtam a mai délelőttnek, hogy a felkarolásnak a művészete. Hát meg fogjuk nézni, hogy miért ez, és miért művészet ez, és miért a felkarolásnak a művészete ez. De először kicsit vegyük fel a fonalat, hogy honnan is indulunk most. Tehát Saulból Pál lesz, megtér, az élete egy teljesen más irányt vesz. És erőre kap, és azonnal elkezdi hirdetni az örömhírt. Nem sokat várakozott, nem sokat húzta az időt, hanem azonnal elkezdte hirdetni az örömhírt. Nagyon jó ezt látni nála, egy ilyen lendület, hogy amilyen lendülettel ment az irányba, olyan lendülettel megy most a másik irányba. Viszont látjuk, hogy nem ilyen egyszerű lesz az ő élete. Ugyanis mi történik, próbál, ő is becsatlakozni keresztények közé, de azért egy kicsit jegyezzük meg, hogy érthető módon, hogy a belegondoljuk magunkat az első gyülekezet életébe, érthető módon nem nagyon hittek neki először. Nem tudták, hogy ez most egy nagyon-nagyon ravasz dolog, hogy ez a Saul, ez beolvadjon közénk, és ő azt álcázza, hogy ő keresztény, hogy így még többeket tudjon elfogni. Van olyan barátom a közelkeleten, aki elmesélte, hogy ő találkozott ilyen emberekkel a saját gyülekezetébe, akik bejöttek az utcáról, hogy ő most meg akar térni, és az Isten mondta az én barátomnak itt belül a szívébe, hogy ne hallgass rá, ez nem igaz. És az másik ember váltig állította, hogy de, hát miért nem segítesz nekem? Át akarom adni az életemet Jézus Krisztusnak. És elmondott egy csodálatos bizonyságtételt. És még mindig mondta a férfi, hogy a barátom, hogy nem, te hazudsz, ez nem igaz. Képzeljük el ezt a szituációt, hogy milyen, milyen feszültség lehetett ott. És egyszer csak ez a férfi, aki bejött az utcáról, kiáltott -e egy nagyot, káromkodott -e egy nagyot, megfordult, és ment kidulva, fullva, és látszott a hátul farzsebben egy pisztoly, látszott, hogy talán be is volt drótozva, hogy ez egy nagyon jó fogás lett volna, ha ő most, mint keresztény barátom, egy muszlimot áttérít, akkor ez neki az életébe kerülhetett volna, és a gyülekezetnek is. De ő neki az Isten mutatta, hogy nem, ez most nem így van. Lehet, hogy ettől féltek az első keresztények, hogy itt van ez a Saul. Bejön, hogy beolvadjon közénk, és mi lesz itt velünk is, és, és mit fog ő tenni. Uh, nem sokára megnézzük, hogy mi az, ami a változást hozza Saulnak az életénél, Pálnak az életénél. De először egy kicsit nézzük meg, hogy mi is történik vele. Elkezd vitázni, elkezdi bizonyítani másoknak is, hogy Jézus Krisztus az a messiás, aki megvolt és akinek el kellett jönnie. És amit itt látunk, hogy csodálkoznak, rajta, és a múltjával faggatják, hogy hát nem ez az az ember, aki ezt meg ezt meg ezt csinálta, de ahelyett, hogy pál összetörne, hogy a múltjával piszkálják, azt olvassuk, hogy ő egyre jobban felbátorodott. Úgyhogy hadd bátorítsalak most még zárójelben, mielőtt elérünk a fő témánkhoz. Bármilyen is legyen a múltad, Hogyha azzal próbálnak lehúzni, akkor ne, ne elvegye ez a kedvedet, hanem tedd azt, amit pál. Ő egyre jobban felbátorodott. Mert igen, onnan jött, az volt az ő múltja, de megváltozott, és új teremtés lett. És hogyha az ördög próbál téged a múltaddal vádolni, azt mondta egyszer valaki, hogyha a múltaddal vádol az ördög, akkor említsd meg neki a jövőjét. És akkor lehet, hogy abba fogja hagyni. Egész más a kettő. Más a te múltad, és más az ő jövője de hála Isten, hogy kegyelemben élhetünk. És mi történik ezután Saulal Egyre jobban felbátorodik, zavarba hozza még a többi zsidót is, és ö, tudomására jut, hogy meg akarják ölni. És ekkor egy nagyon érdekes dolog történik. A tanítványok tanítványok éjszaka kellős közepén egy kosárban eresztik le a falon. Hát el kell, hogy mondjam, hogy ez jó eséllyel nem a legfelemelőbb pillanata lehetett Saulnak, Pálnak, ahogy ül egy kosárban, csöndben, nehogy meghallják, sötétben és egy kosárban eresztik le a várfalon. Hát semmiképpen se lett felemelő, ahogy így süllyedsz lefele, nem? És lehet, hogy a kosárban azon gondolkodott, hogy meg vagyok én őrülve. Hát hogy mindent elveszítettem most Jézusért. Eddig én voltam a nagyra becsült Saul, akit mindenki tisztelt, vagy legalábbis félt. A becsületes és nagyra becsült tagja voltam a közösségnek. A legjobb tanítatást végeztem el. Gamária lábainál tanultam, és most mit csinálok? Mit csinálok én? Az éjszaka kellős közepén ereszkedek le egy kosárban, félve, hogyha észrevesznek, megölnek. Lehet, hogy Pál elgondolkodott azon, hogy biztos, hogy ezért nekem ennyit de később már azt írja a filipi levélben, hogy ami nekem egykor érték volt, az most kár és szemét, összehasonlítva azzal, amit Jézus Krisztusban találtam. Egy érdekes dolog az, hogy itt a keresztények úgy döntöttek, hogy leeresztik őt egy kosárban. Miért mondom, hogy érdekes? Ha ott lett volna Fülöp, mondhatta volna, hogy ne, 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 álljatok meg, mit csináltok? Én már tudom, hogy ez hogy működik. Hogyha neki innen el kell jutnia valahova, akkor ez csak egyféleképpen történhet, ahogy velem történt, hogy a lélek elragadott és letett az utózba. Ennek így kell történnie. Ez így szokott történni. Úgyhogy ti ne csináljatok semmit. Ha Isten azt akarja, hogy ő kimenjen innen, akkor majd kiviszi. Minek, minek avatkoztok bele az Isten dolgába? Minek engeditek le egy kosárba? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt most Isten nem tesz csodát. Később majd rengeteg csoda ér még pált, rengeteg csodát fog átélni, de most nem egy csoda az, ami őt kiviszi a várból, hanem egy kötél, meg egy kosár, meg néhány erős férfi, aki engedi lefele. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten nem mindig ugyanúgy dolgozik. Igen, Fülöpet megfogta, egyik helyről letett egy másik helyre, mai napig próbáljuk megfejteni a teleportálásnak a művészetét, de nem igazán megy még az embernek. Istennek nem okozott gondot, és ezt megoldotta. De itt most nem ezt csinálja. Itt most engedi azt, hogy a tanítványoknak adott bölcsességet, hogy most van itt egy lehetőség, hogy ki tudjátok juttatni őt ebből a helyről, úgyhogy nem esik bántódásra, tegyétek ezt. És miért beszélek erről? Mert van, amikor Isten egy egyértelmű természetfeletti csodát tesz az életünkben, van, amikor viszont helyzeteket úgy kell megoldjunk, hogy ad hozzá bölcsességet. Hogy most az a legbölcsebb, ha ezt és ezt teszed. És jó a kettő között látni, hogy mikor, mi, mikor van a mi részünk, amikor, amikor fogni kell a kötelet, és engedni lefelé az embert, és mikor van az a rész, amikor az Isten közben nyúl és fogja az egyik embert, és leteszi a másik helyen. De az Isten időzítés az mindig tökéletes. Na de hadd érjünk el a mai fő témánkhoz, a felkarolásnak a művészetéhez. Ugyanis itt van ez a friss keresztény, akiről még igazából csak annyit tudni, hogy hát régen nagy üldöző volt, most pedig lehet, hogy tényleg talán tényleg keresztény lett, vagy nem. És próbál bekerülni a tanítványok közé, de nem igazán megy. Mi történt volna, hogy itt nem lenne egy nagy változás? Vagy megölik őt, vagy többet nem is hallunk erről a saúról, erről a párról. A fel se jegyezte volna az apostolok cselekedetei maximum annyit, hogy és a nagy üldöző pedig megtér, de aztán nem tudjuk, mi történt vele. Valami viszont történt, ami olyan gyökeres és radikális változást hozott, ami mindent megváltoztatott. Azt olvassuk a következő mondatokban, amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette. Nem csak a neve miatt szimpatikus nekem ez a barnabás, hanem amiatt, amiket csinál az apcselben. Azt olvassuk most, maga mellé vette. Ez a mondat, hogy a rákeresel a Bibliádba, nagyon sokat fogod megtalálni. Meg fogod találni akár az Új Szövetség lapja, amikor azt olvasod, hogy Saul, mivel állandóan háborúskodni kezdett, hogyha látod egy erős férfit, aki hadrafogható, maga mellé vette őket. Ez kicsit inkább kihasználás volt, nem annyira önzetlen gesztus, amit itt látunk Barnabásnál, de maga mellé vette azokat, akikre tudta, hogy szükségem lesz ezekre az emberekre. Jézusnál olvasunk ilyeneket, hogy maga mellé vette Péter, Jakabot, János felvitte őket a hegyre. Maga mellé vette a tanítványokat. Nagyon-nagyon sokszor látjuk ezt a mondatot a Bibliában, hogy valaki megfog valakit, és maga mellé veszi. Felkarolja. Ez a felkarolásnak a művészete. Mi történt volna akkor, ha nincs itt ez a barnabás, aki ezt megteszi? Nyilván ezekre a kérdésekre csak költői választ tudunk tenni. Lehet, hogy akkor valahogy más, hogy idővel telt volna az idő, és csak megbizonyosodtak volna Pálnak az igazi szándékairól, arról nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy volt valaki, aki maga mellé vette, és innentől kezdve minden kinyílik Pál előtt. És ő lesz az a pálapostól, aki az új szövetségi írja. Ő lesz az a pálapostól, aki sorra és sorra plántálja a gyülekezeteket. Ő lesz az a pálapostól, aki kiképzi a következő nemzedék nagy vezetőit. Ő lesz az a pálapostól, aki a pogány keresztény vitákban kristálytisztán beleáll abba az útba, amit az Isten megmutat neki, és akit az Isten használni fog, hogy megdicsőjön a neve, még a császári udvarban is. De nem tudjuk, hogy mi lett volna akkor, ha nem lett volna mellette az az egy ember, akiről azt olvassuk, hogy maga mellé vette. Maga mellé vette őt. Szeretném a két kérdést feltenni neked. Két nagyon-nagyon egyszerű kérdést. Az első az, mikor volt olyan, amikor valaki téged maga mellé vett. Hadd mondjak el egy néhányat a saját életemből. Um, Sokan tudják rólam, többször beszéltem tanításban is, hogy fiatal, 7 éves volt, amikor édesapám meghalt is. Így nyilván emiatt egy, egy fokon apa nélkül nőttem fel, férfi nélkül is. Nagyon-nagyon sokat jelentettek nekem az unokabátyáim, akik maguk mellé vettek engem. Amikor eljött az ideje, akkor eljöttek és azt mondták, hogy na, most borotválkozni fogunk. Megmutatjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Meg fogunk borotválkozni. A másik unokabátyám maga mellé vett, és nézhetem, ahogy zongorázik. Eleinte mindig elkeftelenített, hogy hát én sose fogok tudni megtanulni hogy zongorázni. Meg mindig mondta, nézd, most csak ezt a kis apróságot tanuld meg tőlem. Maga mellé vett, hogy megtanulhassak tőle valamit. Életemben először ültem be egy keverőpult mögé, úgy tűnt, mint a názának a központja, és valaki maga mellé vett, hogy nézd, nem is olyan bonyolult ez, látod, ez, kis, ez csak ezt jelenti, ez meg ezt. Valaki maga mellé vett. És volt egy ember, aki pedig a megtérésem után azt mondta nekem, hogy figyelj, Barni, mit szólnál ahhoz, hogyha mostantól minden héten egyszer találkozzánk is, beszélgetnénk az Istenről, ha egy tanítványoználak. Az életem változott meg ez a mondat miatt. Nem tudom, mi lett volna velem, hogy ez nem hangzik ott el akkor, de azt tudom, hogy mi történt akkor, mikor ezzel az emberrel elkezdtem hetente egyszer találkozni, mert úgy döntött, hogy maga mellé akar venni engem. Nem tudom, hogy értél át ilyet, és remélem, hogy igen, nagyon sokszor. Amikor valaki megjelent az életedben, és azt mondja, hogy én most magam mellé veszlek téged, felkarollak téged, és segítek neked valamiben, mert látom, hogy most valahol szükséged van egy baráti ölelésre, egy felkarolásra arra, hogy valaki azt mondja, hogy gyere velem, figyelj, majd én segítek neked. Te még itt új vagy, te még ezt nem tudod, de én már igen, mert én már ezt láttam, tanultam sok éves, stb. többi, hadd karoljalak fel most téged. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy megtörténjen. Képzeld el a következőt, hogy megtörténik. Eljön valaki a gyülekezetbe, vagy beszéljünk róla, hogy jobban el tud képzelni. Tegyük fel, hogy elköltözöl egy új helyre, egy új nagy városba, és életöbben először elmész az ottani gyülekezetbe. Bemész oda, és rettegsz, hogy mi fog itt történni? Vajon fel fognak szólítani? Kellemetlen helyzetbe fogok kerülni? Kell majd beszéljek? Kell majd bemutatkozzak? Reflektorfénybe fogok kerülni? Mindenki engem fog nézni? Vagy éppen senki sem fog észrevenni engem? és ott ülsz az alkalmon, nem a legjobban történnek a dolgok. Van egy kis csúszás az elején, feszültségek vannak, és még ez is, és leülsz, és ott ülsz, és azon gondolkodol, hogy minek jöttem el én ide ebbe a gyülekezetbe, és lemegy a tanítás, és már csak azt várod, hogy felállhass, és végre hazamehess, és soha többet gyülekezetbe nem akarsz menni, és állnál fel, amikor egy mondat elhangzik, hogy szia, mi még nem találkoztunk. És minden megváltozik. Valaki odament melléd, aki maga mellé vett téged, és azt mondta, hogy szia, de jó, hogy itt vagy. Honnan jöttél? Minden megváltozik. Egy ilyen mondattól. Olyan sok emberrel beszélgettem már, akik elmondták, hogy Budapestre költöztek, is már nem tudom, a hanyadik gyülekezetbe járnak, és még soha senki nem szólította meg őket. Vége az alkalomnak, mindenki megy a legjobb barátjához, és vége mindennek. Nem volt senki, aki maga mellé vette volna őket. Történt már veled ilyen, hogy valaki maga mellé vett? De hadd kérdezek egy másikat is. Mikor volt az utolsó pillanat, amikor te vettél valakit magad mellé? Amikor oda mentél valakihez, és azt mondtad, hogy figyelj, mit szólnál ahhoz, Mit szólnál ahhoz, hogy együtt imádkoznánk néha? Mit szólnál ahhoz, hogyha most egy kicsit segítenélek ezen a területen? Mit szólnál ahhoz, hogyha most egy kicsit tudnék uh, veled foglalkozni? Uh, látom, hogy új vagy itt. Körbevezethetlek? Magam mellé vehetlek egy kicsit? Látom, hogy még friss házas vagy. Én már 38 éve házas vagyok. Mondhatok pár dolgot, amit tanultam az elmúlt 38 évből? Tegyük fel. Mikor volt az, amikor valakit magad mellé vettél? Mikor történt ilyen? Mert azt látom, hogy ez a Barnabás ebbe zseniális volt. Hogy oda ment egy emberhez, akitől mindenki félt és reszketett, és az életével játszott, mert ő bizonyára benne is megszólalt a vészcsengő, hogy mi van akkor, hogyha ez a Saul, ez a legnagyobb játékos a világon, és tökéletesen bemagolta a bizonyságtételeinket és az énekeinket, és a legnagyobb megtévesztő, aki valaha a világon járt, és amikor majd elég közel kerül hozzám, akkor fog készúrni kész a szívembe. Biztos benne is megszólalt ez. De mégis úgy döntött, hogy nem a félelemnek lelkét adta neki az Isten. Oda ment, és maga mellé vette ezt az embert. És lehet úgy gondolkodott, hogy ha tényleg nincs megtérve, akkor majd most megtér. Akkor majd bizonyságot teszek neki annyiszor, hogy meg fog térni. De maga mellé vette Sault. És így lesz belőle az a pálapostól, akiről mi már ismerünk, és akit már, akiről beszélünk. Hadd mondjak néhány példát arra, hogy milyen ez, amikor, amikor elkezdünk felkaroló keresztények lenni. Egyik lelkész elmesélte a gyülekezetébe, történt a következő eset, egy nagyon öregedő gyülekezet volt, nem voltak benne fiatalok, is, pont ezért nagyon-nagyon megörült, mikor elindult egy egyetemi misszió, és egy-két fiatal megjelent az ajtóba. Elég zűrös fiatalok, zűrös hajjal, zűrös ruhával, szakadt farmerrel, de legalább fiatalok, az elsők, akik megjelentek. És előre mentek, látszik, hogy lányos zavarúban, azt sem tudták, mit csináljanak, és leültek az egyik sorba, ahová éppen tudtak székekre. És megjelent az egyik gyülekezeti tag, egy néni, és odament hozzájuk, és azt mondta, ez az én székem. Felálltak a fiatalok, elmentek, többé vissza nem jöttek. És az a lelkész odament aznap este, ez a nénihez is megkérdezte, elkezdett vele beszélgetni, hogy vannak a testvérnőnek unokái. Ó, vannak. Vannak, de sajnos nagyon messze vannak az úrtól. És meséljen róluk egy kicsit. És elmesélte, hogy van három unokája, mind a három nagyon mélyre süllyedt, és naponta órákat könyörögértük értük bőjtől, és nagyon nagy imaharcos a néni. És megkérdezte az a lelkész, hogy mit éreznél, ha eljönnének az unokáid a gyülekezetünkbe? Ú, testvér, ha te tudnád, hogy mit éreznék, már folyt a könnye, ezért imádkozok mióta, hogy helyreálljon az életük. És megkérdezte a lelkész is, mit szeretnél, hogy hogy fogadjuk őket, amikor majd leülnek ide. És akkor érezte a néni, hogy itt már valaminek közel lesz a délelőtti incidenshez. És valami átkattam ebben a néniben. És azt mondta, hogy ezt én nem tettem így jól. Ezt nem így kellett volna csináljam. Nem láttam bennük. Azt, hogy ők valakinek az unokkáik, akik most nagyon rossz úton járnak. Csak azt láttam, hogy az én helyemre akarnak leülni. Ez a néni megváltozott, és innentől kezdve megkérdezte a lelkészt, hogy elmentek a péntek esti ifjúsági órák előtt egy kicsivel a terembe. Hát, nyugodtan jöjjön. A következő években minden egyes pénteken ez a néni minden egyes szék mögött megállt, és percekig imádkozott azokért az emberekért, akik ott fognak ma ülni. Ez a pálfordulás, nem? Amikor egy ilyen történik, amikor valaki, aki nagyon messze állt még a felkarolás művészetétől, valami átkattam benne és azt mondja, hogy az élet többről szól, mint hogy a saját helyemre üljek le. Az élet többről szól, mint hogy én kényelmesen érezzem magam. És innentől kezdve, minden egyes pénteken, egyessével, könnyekkel imádkozott minden szék felett, hogy Uram, bárki is fog erre a székre ülni, bárkit is hozol be ma ide. Találkozzon a te szereteteddel. Na ez már a felkarolásnak a művészete. Ez már valami. Itt már valami történik. Hadd kérdezem meg, hogy vagy-e ilyen ember mások számára? Amiről ma szó van, ez nem valami státusz, ez nem valami hivatal, ez nem valami tisztség. Barnabás Pálnak a barátja lett. És hadd mondjak el egy fontos dolgot, az emberek nem barátságos gyülekezetet keresnek csupán, hanem barátokat keresnek a gyülekezetben. Nem elégednek meg az emberek azzal, hogy barátságos egy gyülekezet, hanem barátokat akarnak találni benne. Olyan barátokat, akik közel kerülnek hozzájuk, akikkel oszlózhatnak a szívükön, és akikkel leélhetnek egy hívő életet karöltve, és egyszer én karolak fel, máskor meg te fogsz engem felkarolni. Hadd kérdezzem meg, hogy vannak-e jó barátaid. 1985-ben Amerikában, ez egy amerikai statisztika, az emberek 10%-a mondta azt, hogy nincsen barátja. 2004-ben 25% mondta azt, hogy nincsen barátja. Azóta nem olvastam újabb statisztikát, de azt sejtem, hogy még rosszabb ez a szám. Vannak olyan barátaid, akik felkarolnak téged, és akiket felkarolsz? Vannak olyan barátaid, akik, akik maguk mellé vesznek téged, ha kell? El kell mondjam azt, hogy egy nagy gyülekezetben, de egy kis gyülekezetben sem elképzelhető az, hogy van egy vezetőség, van egy pászor, és ő majd mindent megcsinál, mert amit az első gyülekezetnél látunk, hogy igen, megvolt a szerepe a Péteréknek, és az ő részük megvolt, de megvolt a szerepe annak, hogy a testvéreknek a szíve egymással összefort. Hogy házanként megtörték a kenyeret, és akik egymás közelébe laktak, figyeltek egymásra, szolgáltak egymás felé van egy ilyen embered, vagy egy ilyen ember mások számára, aki a felkarolás művészetét gyakorolod? vannak -e ilyen barátaid? Honnan tudod, hogy vannak-e igazi barátaid? Azt mondta egyszer valaki, egy régi szólás, ha meg akarod tudni, hogy ki a barátod, nagyon egyszerű a dolgod, kövessel egy hibát. Kövessel egy hibát. Nézem, mi történik. Nagyon sok barátod lehet akkor, mikor jó megy a szekér. A tékozló fiúnak rengeteg barátja volt, amíg volt pénz, nem? Amikor viszont fordul a szerencse, úgymond, és, és kifogyott a pénzből, akkor kiderült, hogy nincs neki egyetlen barátja se. Pontosabban van egy, de az odahaza várja. vannak -e igazi barátaid? Olyanok, akik, akik a szívükön hordoznak téged, akik együtt harcolnak veled. Hogyha a hívő életben a legnagyobb dolgaidat egyedül éred el, akkor azok nem nagy dolgok. Ezt hadd mondjam előszintén. Ezt meg kellett nekem érje, értsem. Hogyha a nagy győzelmeimet egyedül érem el, akkor azok nem nagy győzelmek. Mert ez igazán nagy dolgokat együtt tudjuk elérni, közösségben, karöltve, egymást felkarolva. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy vannak olyan barátaim, akik így vannak mellettem. A legjobb barátom a feleségem. És ezért nagyon hálás vagyok. És ez nem azt jelenti, hogy mindig, mindig csak jót mond rólam, és mindig csak az édes szavakat mondja. Nem, néha, hogy a legőszintében mondja el minden hibámat. De nagyon hálás vagyok kértem, mert egész más olyantól hallani kritikát, akitől, akitől tanácsot is kérnék. És amikor tő, ő mond valamit, tudom, hogy a legnagyobb szeretettel mondja ezt. És vannak olyan barátaim, akiknek el tudom mondani, hogy figyeljetek, nagyon rosszul vagyok, hú, nagyon le vagyok nyomva, nagyon leterhelt, ez meg ez, stresszes lettem, kérlek imádkozzatok értem. Aggódok, félek ezért, meg ezért, kérlek imádkozzatok értem. És tudom azt, hogy ez nem az, hogy persze majd imádkozni fogok érted testvér, hanem tudom azt, hogy imádkoznak értem. Ahogy én is imádkozok értük, amikor kérik. Vannak ilyen emberek az életedben. Vannak olyan bajtársak, akik ott vannak a hátadnál. Ott van Dávid, akinek van egy Jonatánja. Jonatán, aki igazából egész életében úgy nőtt fel, hogy ő lehetne Saulnak az örököse, ő lesz a következő nagy király. Vagy legalábbis, ami nagyon magas pozícióba fog kerülni, lesz az egyik legjobb barátja annak a férfinak, aki elviszi előle a királyságot. Képzeld el ezt a szituációt. Hogy micsoda önmegtagadás és lemondás kellett Jonatánnak, hogy a szíve összeforjon Dáviddal, tudva az, hogy Isten Dávidnak adja a királyságot. És amikor Dávid nagyon-nagyon maga alatt volt, olyat olvasunk, hogy Jonatán kiment hozzá, és megvigasztalta őt. Vannak-e ilyen emberek az életedben? Vagy-e ilyen ember másoknak? Mindenki Dávidról hallott. Dávid volt a szupersztár, Dávid volt az óriási szuperkirály. Dávidot éljenezte mindenki, de ha nem lett volna mellette egy Jonatán, Dávidból nem lett volna semmi. Ott volt mellette egy Jonatán, aki a pártját fogta. Ott volt mellette egy Jonatán, aki felkarolta őt, aki kiment hozzá, amikor Dávid maga alá került. És Jonatánnak ez adatott. Ő ezt, ezt a munkát végezte el, ez volt az ő küldetése. Kétféle emberekkel találkozol a mai világban. Vannak emberek, akik leterhelnek téged. Nagyon sok ilyen ember van, biztos nem kell magyarázni a munkahelytől kezdve, lehet, hogy épp a szomszédod, vagy nagyon-nagyon sok fele lehetnek ilyen emberek, akikkel, ha találkozol, megterhelődik a szíved. Azt olvassuk párról az abcselben, hogy Efézusban vitázott nagyon sokat a zsinagógában, de egy idő után, amikor nagyon sokat támadták őt, akkor Elhatárolódott tőlük, ezektől a zsidóktól, sőt, még a tanítványokat is távol tartotta tőlük. És itt kerültünk el majd Tiranos házába. Távol tartotta a tanítványt ezektől az emberektől. Van, van ilyen, amikor, amikor ilyen történik. De hadd hozzak fel egy másik példát, ami, ami egy csodálatos példája arra, hogy ennek nem csak így kell történnie. A Filemonhoz írt levél első fejezet hetedik versében ezt olvassuk, és kell hogy nagyon figyelj, mit mond Pál róla? Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdül általad testvérem. Na ez a másik kategória. Amikor azt mondja Pál Filemonról, hogy a szentek szíve felüdül általad. Felüdül általad. Vannak ilyen barátaid? Akikhez elmész, akiket ha meglátsz, a szíved felüdül. A terhek már megosztva vannak, az örömök, dupla örömök, lerakod ezeket, és akkor meglátod őt, együtt imádkozol, beszélgettek egy kicsit a szíved felüdül. A mai ember egyik legnagyobb veszélye, nem a koronavírus, hanem az az elmagányosodás, amiből szenved a mai ember. Az elszigetelőzés. Hogy nincsenek kapcsolatok hogy nincsenek mély kapcsolatok, hogy nagyon sok ismerősöd van, de mégis senkit nem érdekelsz. Igazán mélyen. Itt van egy Filemon, akiről azt mondja a Biblia, hogy szeretetedben nagyon sok minden volt vigasztalás, mert a szentek szíve felüdül általad testvérem. Én nagyon hálás vagyok, hogy vannak ilyen emberek az életemben, akiket, ha meglátok, a szívem felüdül. Le vagyok terelve, le vagyok nyomva, nehéz dolgok történnek, és felüdül a szívem. És az a vágyam, hogy ne csak ilyen emberek legyenek körülöttem, hanem ilyen ember legyek másoknak. Hogy amikor velem találkoznak, akkor felüdülhessenek. Ne rájuk zúdítsa minden negatív gondolatomat, minden rosszat, és ne foglalkozzak velük, hanem felüdülhessenek általam, amikor találkozok velük. Ahogy én felüdülök általuk, ez egy kölcsönös dolog legyen. Hogy tudjak magam mellé venni ilyen embereket. Hogy felüdülhessen a szívük. Hol található ilyen barát? Nehéz kérdés. De hadd mondjam el, hogyha most nincs ilyen barátod, és most csak egyre szomorúbb lettél, hogy igen, Barnabás, értem, miről beszélsz, de nincs ilyen barátom. Hadd mondjam el neked azt, hogy van. És igen, Jézusra gondoltam, és lehet azt mondod, hogy jó, hát Jézus az más. Nemrég beszélgettem a fiammal, amikor nem tudom, nem akart este elaludni, és azt mondta, hogy, hogy, valami volt, hogy, hogy legyek ott, és épp akkor nem tudtam ott maradni velük az elalvásnál, és mondtam, hogy de, de figyelj, fiam, Jézus itt van veled. Jaj, de az más! De az más! Jézus nem látom, mi ezt megfogalmazta. Az más! Te itt vagy, megfogom a kezedet. Jó, hogy Jézus itt van, de az más. De hadd mondjam el, hogy más, de jobb. Sokkal jobb. Ugyanis Jézus arról beszél tanítványoknak, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem minek hívlak titeket? Barátaimnak. Barátaimnak hívlak titeket. Leteszem az életemet a barátaimért. Leteszem az életemet a barátaimért. Sőt, tudod, mit mond Jézus a János 14-ben? Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is rettegen, bízatok Istenben, bízatok én bennem, és elmondja, hogy ő most elmegy, hogy helyet készítsen nekünk, de mit mond, ha újra eljövök, mit fogok tenni? Magam mellé veszlek titeket. Magam mellé veszlek titeket. Hívhatjuk ezt elragadtatásnak, de hívhatjuk ezt felkarolásnak. Ahogyan Jézus azt mondja, hogy amikor újra eljön, akkor maga mellé fog minket venni. Ez az utolsó nagy felkarolás. Ez az igazi művészet, amit ő fog tenni. De hadd mondjam el, hogy benne van egy jó barátod. Benne van egy olyan barátod, akit próbára tehetsz, mert én nagyon sokat hibáztam már ellene, és még mindig itt van. Még mindig nem vagyok cserben engem. Aki olyan barát, aki igazi barát, amikor vele találkozok, felüdül a szívem általa, bemegyek reggel imádkozni, és tele vagyok mindenféle nehézséggel, és mi történik? Úgy jövök ki, hogy semmi nem változott még a problémáimat, illetően mégis fel van üdülve a szívem. Ugyanúgy megvan még az összes nehézség, de felüdült a szívem általa. Mert egy igazi barátot találtam benne. Mert hogy olyan valakit találtam benne, aki mikor megtértem, maga mellé vett és felkarolt engem. Hadd mondjuk egy másik igét, Fébéről a Korintusban azt olvassuk, Fogadjátok be őt az, úr, az úrban szentekhez illően, álljatok mellé minden olyan ügyben, melyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem, magamnak is. Azt mondja Pál, bocsánat, a Rómában, Fébéről, hogy álljatok mellé, mert nagyon sokaknak lett pártfogója. Tette azt, amit a Szentlélektől tanult, a Szentlélek a pártfogó. És azt mondjuk Fébéről, hogy ugyanígy odállt mások mellé, azt mondja Pál, hogy mellém is ott volt mellettem, és a párdomat fogta, és segített, és felkarolt. Pál beszél a börtön leveleiből arról, hogy milyen sokat jelent neki ez, meg ez a testvér, aki itt van mellette, és milyen jó szolgálatot tesz. Pál nem egyedül csinálta meg a páli missziót. Ha végig számolott hogy hány munkatársat említ, elképesztő számokról van szó akik mellette voltak, akik bátorították, akik elvitték neki a könyveit, akik elvitték neki, ami épp szüksége volt, akik anyagilag támogatták, akik felkarolták, akik imádkoztak érte, akik aggódtak érte, akik együtt sírtak vele a tengerparton. Rengetegen voltak mellette, akik mindig felkarolták őt. És szeretnélek erre bátorítani, hogy ne akard a hívő életet egyedül csinálni. Nem fog menni. Ha meg mégis megpróbálod, amit egyedül fogsz elérni, az nem lesz sok. Mert Isten úgy találta ki, hogy egy megfut, amit ezret, kettő, megfut, ami tízezret. És húzná át az érettségi, hogy rossz megoldás, mert ha egy ezret, akkor kettő kétezret. De nem, az Isten matematikája más. Az Istennél úgy van, hogy a kettő az nem kétszer annyi lesz, hanem sokkal többször annyi lesz. Nem csak kettő erőt teszel össze, hanem ott van benne az az egység, ahova az Isten áldást tud adni mindenkor. Úgyhogy hadd hívjalak arra ma, hogy először is tedd oda az életedet arra, hogy igaz barát leszel. Tedd oda az életedet arra, hogy felkarolsz másokat. Tedd oda az életedet arra, hogy felüdítesz másokat. És tedd oda az életedet arra, hogy keresel barátokat. Lehet, hogy ki kell lépned a komfortzónádból. Lehet, hogy kezdeményezned kell valamit. Lehet, hogy fel kell ismerjed, hogy nagyon rosszul kezelted az eddigi kapcsolataidat, és elhanyagoltad, és fel kell azokat újra, újra, újra erősíteni. Lehet, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy be kell raknod a hetekbe, olyan találkozókat velük, amik azt mondod, hogy fog ez nekem beférni, de hidd el, hogy megéri. Megéri az, amit befektetsz az ilyen barátságokba. Nagyon nagy az ereje ennek. Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is, mondja példabeszédek. Szeretnének ma erre hívni, hogy ne legyél magányos, ne legyél elszigetelődve, hanem találd meg azokat az embereket, akiket Isten helyezett el az életedben. Az van egy régi mondás vezetés elméletben, ami így szól, ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, azt nagyon sokaknak kell akarni. Ez nagyon furcsa hangzik, nem? Hogy ahhoz, hogy egy valaki sikeres legyen, azt nagyon sokaknak kell akarni. De ez így működik. Ahhoz, hogy egy pálapostól értsük jól, sikeres lett, gyümölcsöző lett az élete, ezt nagyon sokan akarták. Segítették őt, támogatták, mellette voltak. Lehet, hogy a legtöbb ember csak Pált látta, de pált tudta azt, hogy kik azok, akik vele együtt harcolják meg ezt a harcot. Nagyon nagy hatással vagy más emberekre. Jó és rossz hatással is. Volt egy férfi, akinek volt egy különös álma, azt álmodta, hogy a pokolba került. És amikor reggel elmesélte, azt mondta a barátainak, hogy nem, nem az volt a félelmetes az álmomban, amit sejtettem, hogy tűz, meg meleg, meg szenvedés. Tudod, mi volt a legrosszabb? Hogy lepörgött az életem, és láttam az összes pillanatot, amikor rossz hatással voltam emberekre hogy mit tettem más emberek életével. És nem láttam jó hatást. Volt egy lelki pásztor, aki prédikált a gyülekezetben arról, hogy milyen fontos az, hogy az életünk a helyére kerüljön és szolgáljuk az Istent, és másra fejlő az egyik család, hogy gyere már el hozzánk, mert a lányunk, aki most fejezné be a, a gyógyszertári a képzést, úgy döntött, hogy abba fogja hagyni. Kélek beszélj a fejével. Eljött a lelkész, és megkérdezte a lánytól, hogy figyelj, mi ütött beléd? Hát itt vagy a végénél, már majdnem befejezed, mi ütött beléd, hogy abba de eldobod ezt a, le ezt a, remek lehetőséget? És azt mondta a lány, hogy hát igazából miattad. Azt mondtad vasárnap is, nagyon megérintett az, hogy az életemet arra szálljam, amire tudom, hogy az Isten elhívott, és tudom, hogy nem erre hívott el. És elmesélte a lánya, amikor egy nyári táborban kint volt, és segített a nehéz sorsú gyerekeknek, abban érezte azt, hogy ez. És ő, ő, most eldöntött, hogy el fog menni a világ végére olyan helyekre, ahol nagyon nagy a szükség, és ott fog segíteni a képzéseivel és a tehetségével. És tudjátok, mit mondott a lelkész erre? Hát én csak prédikáltam. Én csak prédikáltam, ezt nem úgy értettem, ne, ne dobd el az életedet, ezt mondta a legiz, hogy én csak úgy prédikáltam. A kimondott szónak hatása van. Hatással vagy emberekre, hatással vagy életekre. Valakit felüdítesz, vagy valakit megterhelsz. Valakit téged is felüldít, vagy valakit téged is megterhel. De szeretnének arra bátorítani ma, hogy vegyél példát ettől a Barnabástól, akiről olvastunk. Aki Istentől vett egy bátorságot, és odament egy sauloz, hogy felkarolja, hogy maga mellé vegye. Oda ment hozzá is, ő akkor ezt még nem látta. Ha visszamennénk az időbe, és oda mentünk volna a barnaváshoz, hogy figyelj már, menj oda hozzá bátran, hát ez pálapostól, ő pálapostól lesz, hát te még nem érted, hát templomokat fognak elnevezni róla, utcák nevei lesz mindenhol, kirakva róla, ő lesz a pálapostól, hát menj már oda hozzá bátran. Ő ezt nem látta. Ő annyit látott, hogy egy hívő ember, akinek nem nagyon indult be semmi, akitől félnek, aki több félnek, aki, nehézségekkel küzd, és azt mondja, barna más, hogy én felkarolom őt. És lehet, hogy te ma még nem látod azt, hogy kit fogsz felkarolni, hogy mi lesz az ő életével. Nem tudhatod? Nem tudhatod, amikor, amikor felkarolsz egy, 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 kisgyereket, aki lehet, hogy, hogy nehéz helyzetben van, mert, mert Nincsenek ott a szülei, vagy csak egy szülőneveli, vagy vagy éppen egy, egy zűrös gyerek, akit mindenki uh, kiutált már az iskolából, és te felkarolod őt, nem tudhatod, hogy mi történik majd vele. Hadd mondjam el, hogy a legnagyobb misszionárius és a leggonoszabb terrorista is egyszer kisgyerek volt. Tennek azon gondolkodtam, tudom, hogy nem sok értelme van az ilyen kérdéseknek, de elgondolkodtam azon, mi lett volna akkor, ha Németországban valaki oda megy, egy tíz éves kisfiúhoz, akit Adolf Hitlernek hívnak, maga mellé veszi, és beszél neki az Isten szeretetéről. Mi történt volna vele? Ő nem úgy látta volna, hogy a rémisztő diktátor és hány millió ember lemészállásáért lesz felelős, hanem ott egy tíz éves gyerekről van szó. Akit lehet, hogy fel lehetett volna karolni. Nem tudjuk, lehet, hogy ez azért mondom, hogy buta kérdés, nincs rá jó válasz. De... Szeretném, hogyha tudnál ilyen szemmel nézni a mai világba. Hogy ki az, akit ma fel tudnék karolni. Hol van az a hely, ahol szükség van arra, hogy én ott lehajoljak, és valakit felemeljek. És nem biztos, hogy fogja hagyni. Ezt hagyni kell, ezt engedni kell. Mondhatta volna Saul is, vagy Pál azt, hogy hagyjál már engem békén, nincs nekem szükségem rád. Nekem az élő Isten jelent meg a damaszkuszi úton, te meg csak egy kis nem tudom ki vagy. Nem ezt mondta engedte, hogy felkarolja őt. Engedte, hogy maga mellé vegye őt. Szeretnének ma erre hívni, hogy engedd, amikor ezt teszik veled, és vedd észre, amikor ezt neked kell tenned. A vége járunk, és szeretném csak megerősíteni azt, hogyha most úgy is vagy, hogy ez egy nagy ima téma neked, mert nincsenek barátaid, mert egyedül érzed magad. Hadd mondjam el, hogy van egy nagyon jó barátod. Jézus Krisztus, aki a keresztem megmutatta, hogy mennyit ér a barátságotok. Aki azt mondta, hogy a barátjának hív téged. Aki azt mondta, hogy az életét leteszi a barátaért. És aki azt mondta, hogy eljön majd még egyszer, hogy maga mellé vegyen téged. Egy ilyen barátod van. És legyél hozzá még közelebb. Fektesse a barátságban nagyon sok időt, nagyon sok energiát. És hidd el azt, hogy a tervébe benne van az, hogy legyenek még barátaid. A tervébe benne van az, hogy te legyél másoknak is barátja. Olyan, aki felkarolod, olyan, aki, aki ott vagy mellette. Nem biztos, hogy nagyon sok barátod van, és lesz. Lehet, hogy csak egy néhány, sőt, azt mondják, hogy minél idősebb vagy, annál kevesebb, de annál mélyebb barátságaid lesznek. Lehet? Valaki azt mondta, hogy nagyon-nagyon lassan válj meg egy barátságtól, és nagyon-nagyon lassan cserélj egy barátságot, nagyon sok időmére kifejlődik, becsüld meg ezeket. De szeretnélek bátorítani arra, hogy tedd oda a szívedet arra, hogy a gyülekezeten belül is összekötöd az életedet másokkal. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy egyre többen járunk a gyülekezetben és kis csoportokban, olyan tanítványi csoportokban, amit olvasunk az apcsában, ahol megengedhetjük azt, hogy összeforjon egymással a szívünk. Nemrég az egyik tagunk a csoportból a esküvője volt, megesküdött, és olyan jó volt, hogy el tudtunk menni egy jó páron a férfi csoportból erre az esküvőre, és ott tudtunk vele örülni. És természetes volt nekünk, mert Végig néztük az elmúlt időszakban, években az ő harcát, ahogy azért imádkoztunk, mikor el volt keseredve, hogy neki soha nem lesz felesége, ő ezt már el is engedés, és mondok, ne, 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 ne engedd el, itt vagyunk melletted, imádkozni fogunk érted. Hidd el, hogy az Isten fog ebbe téged vezetni. És ott voltunk, mikor nagy füligérő szája a mesélt, hogy képzeljétek, találkoztam egy lányjal, micsoda egy lány, micsoda egy, egy gyermeke az Istennek. És ott voltunk, mikor elkezdtem mondani, hogy ebből aztán már lesz valami. És ott voltunk, mikor eljegyezte, és mikor jött az esküvő. összeforrt a szívünk. Együtt tudtuk egymást felkarolni kölcsönösen. És hadd hívlak abba, hogy tedd így bele az életedet a gyülekezetbe. Eljönni egy vasárnap az nem túl veszélyes dolog. Lehet késve érkezni, lehet hamar elmenni. És senki se fog beleszólni az életedbe, senkit se fogsz magadhoz közel engedni. De hadd bátorítsalak ma, hogy engedd azt. Hogy az életed beleérjen másik ember életébe, és a másik ember élete beleérjen a tiédbe. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel a legjobb barát lesz, mert hát nem, mert nagyon sok meg kell passzolni ahhoz, hogy valaki tényleg közel tud magad engedni, de biztos vagyok abban, hogy egy tanítványi kis csoportban meg fogod tudni azt találni, ahova Isten elvezett téged, hogy a szíved összeérjen másokkal. És hidd el, hogy nagyon nagy ennek az ereje. Nagyon nagy ennek az ereje. Szeretnélek erre hívni, hogyha még nem vagy ennek a része. Döntsd el, hogy Uram, belelépek hittel. Belelépek. Többet akarok, mint egy vasárnap. Akarom, hogy az életem egész szébe benne legyen ez. És amikor mi találkozunk, és elmondjuk, hogy kivel mi történt, akkor van, hogy beszélünk arról, hogy kinek romlott el a kocsia, és melyik szerelőhöz vigye. És vannak sok-sok ilyen általános téma, de mégis belelátunk egymás életébe. És aztán imádkozunk egymásért. Elhangoznak ima témák megosztunk dolgokat, és ahogy telik az idő egyre mélyebben, szeretnélek erre meghívni, hogy lépj hittel, bátran, karolj fel másokat, és enged, hogy téged is ma felkaroljanak. De legelőször ne feledd az, hogy egy darab barátod van, akiben soha, de soha nem fogsz csalódni. Minden más barátodba csalódhatsz. Minden más barátodnak vannak rossz napjai, minden más barátodnak van a szívébe önzés. Van egy barátod, aki nem ilyen, aki természet feletti, Jézus Krisztus. És szeretnélek arra hívni, hogy vele minden fölött, minden ápold ezt a barátságot. Én szeretném most imádkozni. És arra hívlak, hogy, hogy őszintén nősd a szívedet az Isten előtt. Mondd el neki, hogyha ha, épp most nagyon hálás vagy a jó barátsága idét, akkor adj neki hálát és díszölj is meg ezért. Hogyha viszont tele van a szíved most fájdalommal, hogy nem így érzed, akkor is ki a szívedet az Isten előtt, és enged, hogy ő cselekedjen de szeretném, hogy a igazi barátra találhatnám a Jézusban. Hogyha még ő nem a barátod, csupán egy vallásos valaki számodra, akkor pedig arra hívlak, hogy nyisd meg a szívedet előtte. Mert ő nem elégszik meg azzal, hogy ismerősöd legyen. Jézus nem az ismerősöd akar lenni, hanem a megváltód is a barátod. Óriási a különbség. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. István én magasztalak téged azért, amit te teszel, és magasztalak téged azért, mert fogtál egy Sault, és pálapostól lett belőle. És köszönöm, Uram, azt, ahogyan ezt tetted. Köszönöm azt, hogy ebben megforgattad Barnabásnak a szívét is, és használtál sok-sok embert, sok-sok munkatársat, akik ebbe benne voltak. Isten arra kérlek, hogy végezz ezt a mi gyülekezetünkben is. Hadd forjon össze mindenkinek a szíve. Hadd induljon, Uram, még több tanítványi kis csoport is. Hadd tapasztaljuk meg azt, ahogyan egyre többen és többen pásztorolnak ebben a gyülekezetben, a pásztori szívvel viselkedünk egymás iránt, felkaroljuk a másikat, szeretjük, szolgálunk egymás felé. És köszönöm Istenem azt, hogy Te akarsz ma is, Uram, pálapostolokat elhívni. Uram, hogyha minket nem arra hívtál, hanem csak arra, hogy barnabás legyünk, hogy felkaroljuk a pálokat, akkor el akarjuk ezt Alázattal fogadni, szeretnénk betölteni azt a munkát, amit ránk bíztál. Ha nem arra hívtál, hogy Dávid legyünk, hanem csak arra, hogy Jonatán, akkor abba szeretnénk hűségesek lenni. Te szeretnénk Uram beletenni a szívünket. Szeretnénk azt, hogy a szentek szíve felüdülne általunk. Szeretnénk Uram elől járni ebben is, szeretnénk megtapasztalni a te vezetésedet, és köszönöm Atyám azt, hogy nálad jobb barát nincs a világon. Köszönöm, hogy te vagy a legjobb barátunk. Köszönöm, hogy közel jöttél hozzánk, is. köszönöm azt hogy megfizetted a barátságunknak az árát. Nem tudjuk ezt a elégszer megköszönni. Áldva legyen azért, a te neved. Amen.